Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes programmal szeretnélek bennetek megismertetni, de csak azokat, akiket érdekel a terminálos munka. Itt a keresést, már el is árultam, hogy a keresésről lesz szó. A keresés egy terminálos programmal, méghozzá az FZF elnevezésű programocskával fogjuk véghez vinni. Gyakorlatilag ez a program jó eséllyel nincs feltelepítve a te rendszeredre, így fel kell telepíteni. Amennyiben a tárolódban nincs bent, előfordulhat, bár kétlem, hiszen elég alapprogramocska, akkor bináris, azaz futtatható állományt is le tudsz tölteni a megfelelő honlapról, a honlap címét be fogom linkelni a leírásba, illetve természetesen, hogyha véletlenül nem ezeket az utakat szeretnéd járni, a forráskódot letöltve saját magadnak le is fordíthatod, megépítheted ezt a programot. Oké. Abban az esetben, amikor felkerül ez a program, ki kell próbálni. Én azt mondom, hogy ki kell próbálni, azért kell kipróbálni, mert ennek a programnak a lehetőségei, illetve más programokkal való összekombinálási lehetőségei végtelenek. Én pár alapgondolatot megosztok veletek, de én úgy gondolom, hogy akár a manuál elolvasása, akár pedig természetesen az interneten való keresgélés, videók nézegetése nagyon elősegítik azt, hogy te ezeket a programokat, ezeket a program együtteseket, amiket én folyamatosan bemutatom, kipróbálj, és megismerj, az nagyon fontos, azaz valóban a gyakorlat teszi a mestert. Azaz, első körben teszteljük le a dolgokat. Én létrehoztam egy tesztkönyvtárat, aminek az a neve, hogy ez egy eldugott mappa, és abba rengeteg fájlt létrehoztam, a fájlban van egy kis tartalom, egy kis írásos tartalom, hogy a keresés és megnyitás, vagy keresés és törlés feladatokat el tudjuk látni egy olyan környezetben, ami biztonságos, azaz ezekre fogunk rákeresni, azaz ezt fogom megnyitni, azaz ezt fogom törölni. És az egyértelműség miatt én a QWERT elnevezést adtam az összes fájlnak. Oké, nyilvánvalóan egy terminálos dolog, terminált nyitunk, kedvenc terminálodat megnyitod és beírod, hogy FZF. Gyakorlatilag három betű, leenterezzük és elkezd dolgozni. Gyakorlatilag elkezd dolgozni, leszkenneli a te fájrendszeredet, az összes felcsatolt fájrendszert, kiemelem, az összes felcsatolt fájrendszert, azaz, hogyha nagyon nagy a fájrendszered, hosszadalmasabb is lehet. Miután a szkennelés lefutott, elkezdhetjük beírni a nevet. Gyakorlatilag akkor is be lehet írogatni a nevet, illetve elkezdeni gépelni, amikor éppen fut a szkennelés, attól függ, hogy neked mi a kedvenc teendőd, beírjuk, hogy QWERT. Látható, hogy elkezdte keresni, villámgyorsan kidobta azokat az állományneveket, amiben szerepel a QWER. Én azt mondom, hogy figyeljük meg. Gyakorlatilag megtalálta azt, amit meg kellett találnia, ez egy eldugott mappa, QWERT, elfelejtettem a nevét, felkiáltású akármiket, TXT állományokat megtalálja. Ami nagyon fontos, megtalálja azokat az állományokat is, amiben szerepel a Q, a V, az E és az R. Akár kicsi, akár nagy betűkkel. Ez nekünk általában nem jó, illetve hogyha csak úgy nagyjából emlékszünk valamire, akkor természetesen jó, de általában nem feltétlenül ilyen össze-vissza állomány betűhalmazokat szeretnénk megkeresni. Van erre is mód, hogy csak az egybefüggő részletet figyelje, azaz az elején begépelünk egy darab idézőjelet, egy darab egyes idézőjelet, és azt a Shift és az egyes gomb lenyomásával kapjuk meg, nem mást. És így már lehet látni, hogy csak a QWER egyben lévő részeket fogja megtalálni. Ha különálló karaktereket szeretnél megkeresni, mondjuk egy írónak, Adi, Endre, költőnek a nevét keresed, akkor az Adit is megadod, illetve az Endrét is megadod, és akkor természetesen ki fogja dobni az összes Adi Endrével kapcsolatos fájnevet, hogyha pontosan karakter pontosan szeretnéd keresni, akkor mind a kettőt beírod, illetve elé teszed az egyes idézőjelet, azaz a Shift egyes gombbal előkeríthetőt. Minden karakterlánc elé oda kell tenni, elég béna megoldás, de azért ezt meg lehet szokni. Oké. Gyakorlatilag tudjuk szűkíteni a keresendő köröket, kilépünk a programból Ctrl-C-be, azaz tudjuk szűkíteni a keresendő dolgokat,
tudunk keresni állományra, azaz fájra vagy mappára, illetve meg tudjuk adni azokat a könyvtárakat, amibe szeretnénk keresgélni. Ha úgy szeretnél keresni, hogy abba a könyvtárba keresel, amiben te állsz, amiből indítod a keresést, akkor természetesen egy pont és egy per jellel adod meg, illetve most már lépjünk egy kicsit tovább, ha valamit keresel, és szeretnéd csak a fájlneveket megtaláltatni vele, csak a fájlnevekbe keresen, akkor azt le tudod válogattatni a fint parancsal. Nagyon hasznos dolog, hogy egy terminálos feladatnál egymásnak át tudod adni a parancsokat, a kimeneteket, a bemeneteket egymásra át tudod irányítani. Azaz, hogyha keresel valamit, és leszeretnéd szűkíteni valamilyen szempontból a keresendő dolgokat, akkor értelemszerűen a fint parancshoz fogunk fordulni. Arról már írtam egy cikket, ismert kis parancsocska, és nagyon hasznos, merüljetek el benne, mert különböző feltételek mentén fog ő csak keresni, megadhatod azt, hogy csak a fájlok között keresgéljen. Hogyan adjuk ezt meg? A fint parancsot begépeljük, a pont per azt jelenti, hogy az adott könyvtárba, amibe állunk, abba keresünk, és a kötőjel tip, és utána az F betű azt jelzi, hogy a fájlok között keresen, a fájl nevekben keresen. Hogyha a tip és D betűt írsz be, akkor természetesen csak a könyvtárak között fog keresni, könyvtár neveket fogja csak találatként kiadni, és ezt az egészet átadjuk az FZF-nek, és utána ebben már tudunk mi az előbb látható módon keresgélni. Megnyomom, rögtön elkezdi szkennelni a rendszer, láthatóan leszkennelte az összes állományt, megnézzük, hogy kvertünk van-e, van természetesen kvertünk, ennyi az egész. Most csak az állományokat adta ki találatnak, és ebben a listában nem fog szerepelni a könyvtárnév. Ha pedig csak a könyvtárakkal szeretnénk foglalkozni, akkor megadjuk, hogy fint, hol keressen. Most egy másik megoldást választottam a könyvtár megadására, azt mondtam, hogy fint, és keressen a home könyvtárba, a user, tehát az én általam használt felhasználói könyvtárba, kötőjel tip, és D betűt adtam meg, csak a könyvtár neveket fogja kilistázni. Úgy emlékszem, az volt az egyik könyvtár neve, amiben az adott fájl volt, hogy eldugott, és itt van az eldugott mappa. Gyakorlatilag itt is le tudjuk válogatni a teljes találatot, eldugott, az eldugott mappát megtaláltuk, igaz? Megtalálta azt a mappát, amit kerestem, fájlokat, fájlneveket nem írt ki. Azt hiszem, ez egyértelmű. Ha összetudunk egymás után rakosgatni egy-egy program csomagot, tehát összecsővezetékelni, egyiknek a bemenete, a másiknak a kimenete legyen, és így tovább, akkor majdnem bármilyen feladatot meg tudunk oldani. A végén egy keresés, illetve egy leállítás, egy kill parancsot adtam meg. Ez egy érdekes dolog, a futó folyamatok között fogunk keresgélni, és mivel x argumentummal, x arggal átadtam a killnek azt a találatot, át fogom adni, amikor azt kijelölöm, akkor azt le fogja ölni, meg fogja ölni azt a futó folyamatot. Ez hasznos akkor, hogyha nem tudod, nem ismered az adott parancsnak, az adott futó folyamatnak a pontos nevét, és mégiscsak le akarod ölni. Előfordulhat, hogy egy-egy futó folyamat neve nem jut eszedbe, csak egy részlete, vagy az eleje, a pontos nevét nem ismered, azt meg szeretnéd ölni. Hát el is indítottam, kilistázza az összes folyamatot, és én szeretném az X-Auto-lokkot megölni. Van-e ilyen folyamatunk? Természetesen van, beírtam, hogy X-Auto-L, X-Autót szoktam beírni egyébként, és utána már lehet látni, hogy van ilyen folyamatunk, de hogyha nagyon sok a találatod, akkor értelemszerűen le tudod válogatni a pontos találatot, és láthatóan ott van az egy darab találatunk, és leenterezzük. Na hát biztos, ami biztos, megnézzük, hogy a kill parancs, kill minusz 9-es parancs valóban megölte ezt a folyamatot, megint megnézzük, és most már így írjuk be, hogy auto lo, és láthatóan nincs ilyen folyamat, nem fogjuk tudni megölni. Mivel nem kapott értelmezhető folyamat nevet, a kill parancs értelemszerűen hibával szállt el, nem tudott valamit megölni, aminek a nevét
nem találtuk meg. Gyakorlatilag ez nagyon jó dolog. Itt szeretnék kitérni arra, természetesen ilyen hosszú parancsok fejben tartása nem igazán kellemes dolog, erre vannak megoldások, például az aliaszok használata, amikor egy-egy parancshoz, egy hosszú, összetett parancshoz egy rövidke kis betűkombinációt rendelsz, azután aliaszként azt használod. Nagyon kényelmes dolog az aliasz, én úgy gondolom, hogy érdemes utána olvasni és használni. Egy másik megoldást szeretnék bemutatni, ez a kis összeállítás megkeresi az AppChase-be, hozzáteszem Debian alapú rendszereken fog ez csak működni, egy Archon más lenne az összeállítása, de lényegtelen Debian rendszert használok, most egy Linux mintet, avval be tudom mutatni. Az AppChase-be megkeresi azt a dolgot, amiben a függőségeket, a dependeket fogja felsorolni, nézzük is meg. Oké, leütöttem az Enter-t, ő leszkennelte a lehetőségeket, nézzük meg a Rangernek a függőségeit, ide szépen felsorolja, kikeresi ebből az adott adatbázisból a Ranger szót, és utána ki fogja listázni nekünk a függőségeket, amivel ő szeretne dolgozni. Ctrl-C-vel kilépünk, és nézzünk is meg egy másikat. Oké, gyakorlatilag keresni tudunk, igazából a keresést le tudjuk válogatni a Find parancssal kényelmesen. Igen, és valóban nem az a kitétel, nem az a feladat, hogy valamit keresünk. Amit megkerestünk, azzal valamit szeretnénk tenni. Az előzőekben a futófolyamatok között kerestünk, és avval tettünk valamit, legyilkoltuk az adott megkeresett, kiválasztott folyamatot. Én úgy gondolom, hogy sokkal életszerűbb az, hogyha bele akarunk lépni egy könyvtárba, aminek a nevét, hát úgy nagyjából szeretnénk megkeresni, és esetleg egy 3-4-5 alkönyvtár mélységben van ez a könyvtár, és nem emlékszünk az egész elérési útra, így jó lenne, hogyha valaki a keresést megtenné helyettünk. Hát természetesen a könyvtárba való belépés a CD parancs, és a CD parancs után megadjuk a Findnek a megfelelő összeállítását, az, hogy keressen mindenhol, kötőjel tip D, azaz könyvtárak között keressen, és az egész keresésnek az eredményét, amit a Finddel elvégeztünk a könyvtárak között, átadjuk az FZF-nek, hogy működőképes dolgot kapjunk. Itt egy másik megoldást mutattam be, nem az XArg, azaz az argumentum átadásának a parancsával fogunk dolgozni, ez is működik, ki melyiket szereti. Leentereztem, megtette a dolgot, úgy emlékszem, ha jól emlékszem, eldugott, igaz? Eldugott volt a könyvtár neve. Megkeressük, hogy eldugott könyvtár van-e. Igen, van egy eldugott könyvtárunk. Az eldugott alatt van egy mappa. Ez egy eldugott mappa. Könyvtárunk, nézzük meg, hogy abban be tudunk-e lépni. Oda megyünk rá, és leenterezzük. És lehet látni, hogy ez egy eldugott mappába beléptünk. Azaz, egy általunk nem ismert könyvtárba is be tudunk úgy lépni, ha nem ismerjük a teljes elérési utat, hanem ezt a parancsot, illetve parancs összetételt használjuk. Gyorsan be tudunk lépni egy-egy almappába, ha annak a nevét, vagy a nevének egy részletét ismerjük. Szerintem egy totál kényelmes dolog. Egy táblatörlés után, illetve a főkönyvtárba való visszaléptetés után nézzük is meg a másik gondolatot, hogyha mi szeretnénk egy fájba irogatni, vagy annak a tartalmát megnézni, vagy valamilyen műveletet végezni vele, azt is meg tudjuk tenni. Én jelenleg annyit tudok az állományról, jól elfelejtettem hova tettem, elfelejtettem a teljes nevét, és annyit tudok róla, hogy a Quert karaktersor valahol szerepel a nevében. Nézzük is meg, hogyan tudjuk ezt megkeresni. Nyilvánvalóan megkeresni mindenki meg tudja keresni az előzőekben bemutatott valamelyik megoldással, leválogatjuk a fájlneveket, aztán az FZF-nek megadjuk a bemenetként ezt a fájlnév együttest, és utána már meg is vannak ezek, hiszen a legelején megnéztük, hogy megtalálható-e, de én rögtön meg szeretném nyitni. A megnyitás vagy vele való munka a fájllal, az nem feltétlenül lesz mindig ennyire egyértelmű. Az NVIM, az én általam nagyon kedvelt karakteres, azaz inkább így mondom terminálos szerkesztő,
Könnyű préda számomra ma az envém, és megadom a állomány nevét, felkiáltású dologgal meg tudja nyitni az adott állomány, de hogyha esetlegesen az a program, amivel te azt a fájt szeretnéd kezelni, még különböző parancsokat, különböző zászlókat, különböző kapcsolókat elvár tőled, azt nyilvánvalóan neked kell megnézni. Oké, Envim elindul, gyorsan le is szkennelte, és mi is ennek a neve? Ja, Qwert, igaz? Valahol olyasmi van, hogy Qwert. Rögtön le is szkenneli a Qwertet, én úgy gondolom, hogy elég jó a találat állománya. Gyakorlatilag megjelenítette azt, amit kell. Én most az egy másolatig felmegyek, föl le gombbal tudsz választani. Tehát gyakorlatilag abban az esetben, amikor ő leszkenneli az összes dolgot, te kiválogattatod vele ezeket, jelen esetben a Qwert felsorolásot. Általában legalul lesz a kurzorod, de hogyha te nem a legutolsó, tehát mappa Qwert, elfelejtettem a nevét, szeretnéd szerkeszteni, jelen esetben szerkeszteni a másikat, akkor azt ki kell jelölni. Figyelj arra, hogy az SZF-nek nincs most semmi kapcsolója, kifejezetten nincs mögötte az M kapcsoló, mert az egy mindent kapcsoló, tömeges törlésnél igen kellemes dolog tud lenni, de jelen pillanatban csak egy fájt szeretném szerkeszteni, azt, amit kijelöltem, föl le. Tehát föl lenyilacskával tudunk léptetni, és lehet látni, hogy előtte valamilyen színű kacsacsőr ott lesz, ráütök, és ahogy lehet látni, meg is jelent a szöveg. Nyilvánvalóan bezárjuk az állományt, és már is végeztünk. Tehát gyorsan lekerestük azt az állományt, aminek se az elérési útját, se a teljes nevét nem tudtuk, majd kiválasztottuk a találatból, erre nagyon figyelj, a találatból ki kell választani, nem automatikusan Entert nyomogatsz, oké? És utána simán elvégezted vele a munkádat. Az utolsó feladat egy törlés lesz, azaz egy multimódban való törlés. Nyilvánvalóan a multimód azt jelenti, hogy több állományt tudunk kijelölni. A kijelölés a tab billentyűzettel történik. Nézzük is meg ezt a kis parancsort. Az FZF az egyértelmű a keresőmód elindítása, a multi az természetesen azt adja az FZF-nek, hogy több paraméter lesz, azaz több olyan állomány kijelölésre kerülhessen, amit mi szeretnénk, hát valamit csinálni. Na hát ezt a valami kijelöltem egy csomó állományt valamilyen feladatra, azt átadom egy csővezetékkel az X-Argon keresztül az RM parancsnak, azért ilyen kapcsolzárójeles egyéb megoldást használtam, mert előfordulhat, és nálam sokszor előfordul, hogy szóköz van az állománynévbe, és általában ez kavarodást okoz Linux alatt, ezt kezelni kell, és jelen pillanatban ez tűnik a legegyszerűbb kezelésnek, azaz, itt is, mint ahogy a legtöbb esetben, nagyon fontos, hogy az állománynév normálisan kerüljön át a következő helyre, következő feladatra, jelen pillanatban a törlésre, mert különben azt fogja kiírni nekünk, hogy bocs, de ilyen állomány nincs, hogyha szóköz elválasztja az állomány két felét, akkor az elsőt megtalálja, szóköz már úgy érti, hogy ez egy új állomány, és akkor nem tud rendesen működni. A kötőjel V a végén nem jelent egyebet, csak listázza ki azokat az állományokat, hogyha elvégezte a feladatot, amiket törölni tudott, illetve adjon nekem hírt arról, hogyha valamit nem tudott volna törölni. Véleményem szerint ez a törlési parancs, ez a megoldás nagyon kényelmesen használható, általában szokott is működni, használom napi szinten. Oké, leenterezzük. Oké, leentereztem, a listát kiadta, gyakorlatilag megadjuk, hogy Qwert. Igen, megnézzük, hogy a találati lista nagyjából jó-e. Én az elejére szoktam menni felfele gombbal, és a tabbal végig léptetek. Lehet látni, hogy egy kisebb, hasonló színű kacsacsör jelenik meg, az a kijelölés. Oké, ami nem jelölődik ki, nem jelölöm ki, inkább így pontos, az természetesen nem lesz végrehajtva, az nem lesz törölve. Most az a célom, hogy az összes
törlése kerüljön. Igen, ki van jelölve? Igen. Mivel törlésről beszélünk, ami úgy kezdődik, hogy törlés, ott kétszeresen ellenőrizzük a dolgokat. Itt az állományok nem visszaállíthatóak, hogyha véletlenül olyanra is kacsacsört nyomunk, amire nem kellett volna, leenterezem, aztán kiírta, hogy bizony törölve, és elvégezte a feladatot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, ezt a videót azért készítettem, hogy bemutassam az FZF keresőprogramot. Önmagában a keresés nem egy izgalmas dolog, hiszen a legtöbb fájlkezelőbe tudsz keresni. De az FZF az gyors, főleg akkor gyors, hogyha elkészíteted a listáját, és abba több dolgot keresel. Tehát egymás után keresel, hogy van-e ilyen nevű állomány, majd utána még egy ilyen állomány, vagy egy harmadik, negyedik, ötödik elnevezési állomány létezik-e. Oké, ez nem annyira izgalmatos, de amikor már összefűzöd, tehát különböző feladatokat ellátó programokkal összeházasítod, ilyen csővezetékben, folyamatban összerakosgatod, akkor már egy nagyon kényelmesen elvégezhető feladatsort kapsz. Jelen pillanatban a törlést mutattam be, de bemutattam azt, hogy hogyan lehet esetlegesen megnyitni az állományt, vagy valami ilyesmit. Itt valóban csak a te fantáziát fog határt szabni a lehetőségeidnek, hiszen hogyha ismered a parancsokat, és összetudod őket illeszteni logikus sorrendbe, akkor egy gyorsan használható és kényelmes feladatsort fogsz kapni, amivel a második, harmadik, negyedik, ötödik ilyen futtatásnál már időt és energiát takarítasz meg. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, és jó használatot kívánok! Sziasztok!